Idén Rákoshegyről érkezett felajánlás formájában a főtéren felállított karácsonyfa. A közel 10 méteres fenyőt január 6-án vízkeresztkor bontják majd le, és tűzifaként ajánlják fel a rászorulóknak. A Rákosmente főterén rendezett adventi forgatag részeként idén is ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfa várja a látogatókat. A karácsonyfa díszítéséből december 1-én Dunay Mónika országgyűlési képviselő, valamint Ríz Levente polgármester is kivette a részét. A városvezető elmondta, az önkormányzat 2006-ban vetette fel az ötletét a faállításnak, hogy az akkor még buszpályaudvarként működő teret a kerületiek élettel töltsék meg a téli hónapokban is. Ennek a karácsonyfának akkor azt gondolom, hogy újdonságértéke volt, most már ugye több mint 10 éve hagyomány, minden esztendőben fölállítjuk a karácsonyfát, minden esztendőben civilek ajánlják föl, kerületi lakosok, akik ezzel is segítik a közösséget, és aztán pedig egyébként a karácsonyfa, miután megszolgálja a maga idejét, az advent időszak, a karácsony időszakot követően, vízkeresztkor, amikor elmondjuk, akkor rászorulóknak adjuk tovább, ugye, mint tűzifa. Ríz Levente hozzátette, az adventi rendezvénynek és a köztereken történő ünnepi készülődéseknek fontos közösségépítő szerepe van, ezekből a találkozásokból mindenki erőt meríthet. Dunay Mónika áldott karácsonyt Rákosmente felirattal ellátott, mézes kalács dísztel is készült, valamint felhívta a figyelmet a főtéri programsorozatra. Örömmel tapasztaljuk, hogy nem csak tavasztól őszig, hanem ilyenkor advent időszakában is megtelik emberekkel, gyerekekkel, felnőttekkel, nagyszülőkkel ez a tér, és hangulatosan lehet, tehát egy nagyon hangulatos találkozó helye a kerületnek. Nem csak még az utolsó karácsony ajándékokat lehet majd megvenni, még akár az utolsó napokban is, hanem itt mindig nagyon finom magyaros ételekkel és forralt borral is várják az ide látogatókat. A színpadon, az meg egy külön csoda, a színpadon pedig kerületi gyermekek, óvodások, iskolások és sztár fellépők fogják majd váltani egymást. Érdemes ide kilátogatni. A részletes programkínálatot megtalálják a Rákosmente TV honlapján, az Advent Rákosmentén Facebook oldalán, a helyi újságokban, valamint az ünnepi kiadványban.